pont fölött van egy homály. Az én rózsám alatt áll. Gyere ki rózsám alulra, még ver az eső alatt. Koront fölött nincs már homály, a rózsám édes csókra vágy. Gyere rózsám az ölembe, hadd leljelek keblemre. Gyere rózsám az ölembe, hadd leljelek keblemre. Hát ez egy magyar falu, ahol 6000-7000 lélekszám között emberi élet van, és ebből mind magyarok vagyunk, kivéve a rendőr vagy 2-3 család. De az is úgy fél van emésztve, és annyira együtt élt velünk, hogy semmi probléma nincsen. Hogy nevezték régen korondi embereket, a korondi fazakasokat? A korondi fazakasokat valamikor úgy nevezték, hogy házaló fazakasok. Mert mi el kellett adjuk az edényt, és el kellett vigyük házhoz. De amúgy ez a falun kívül volt ez az elnevezés. De a falun belül úgy nevezték, hogy kurtaharisnyások. Ez a kurta harisnyás azt jelentette, hogy ezelőtt ugye több székely, illetve minden székelynek harisnya volt, nem volt annyi pricses nadrág, bőnadrág, farmer gagya, egyet más, hát csak a harisnya. Ez a harisnya, ez addig jött le az embernek vagy fazakasnak a testéről, amíg lefeküdt éjjel. Reggel az húzta fél, minden nap, és a palacsináláshoz pedig hezatartozott a lábból megtaposás, ugye, az agyakészítéshez. Addig taposták a szüleink az agyagot, amíg a harisnyának az alja, a székely harisnyának az alja kengyelestől együtt lerothadt. Korond létezése 750 esztendeje, és amióta így írják a régi katalógusok, könyvek, mióta emberi élet van a földön, azóta csinálják a csiprot, amióta korond létezik, azóta korondon fazakolnak. Milyen edényeket csináltak régen? Hát csak a használat edényeket csináltak, a máznélkülit, a bőrszínűt, az egyszer égetettet. Ez különböző féleségek voltak, mondjuk lekváros edények, mosdótálok, evőtálok, borvizes kossók, sósvizes kossók, vizes edények a kaszálásra, aratásra hordó edények, akkor kantáros fazakok, és mind azok az edények, elkezdve háromlábú lábostól, vagy passzírozó edénytől, amit ugye ősszel szilva lekvár béfőzésre használtak, vagy annak az elkészítésére, amit csak használatra. Mert ezelőtt dísznek nem használták a korondedényt. Nem volt másfajta edény, és csak arra vágytak, hogy a korondiak szekérrel vigyék, és kiáltsák el a faluba, hogy vegyenek korondi fazakot. Ezt mi gabonáért adtuk az őseim, és még én is jártam szekerességre, úgy hittük, szekerességre. Thank you.
ezeket az edényeket nem csak Korondon csinálták. Sem a múltba, avval az eljárással, sem máma. Avval az eljárással csinálták más helyen, és hogy több díszítéssel, mint a korondi edényt. Sőt, itt a vidékünkön nem is ezt a bőrszínű edényeket csinálták, hanem mázas edényeket. Mert nem csak korond volt, fazakos község, hanem voltak a környező faluba. Hát egy páratot felsorolhatnék, Székely udvarhely, Székely keresztúr, Makfalva, Kibéd, Szolokma, Etéd. Itt mindenütt ebből, 50% ebből élt az embereknek. Na most a századfordulóig a faluknak a népessége lecsökkent, és a fazakasság lassan kihalt, ahol csinálták a mázas edényeket. De a műfalunkban, ahogy mondtam, nem tudott kihalni, mert mű nap mint napra voltunk szorulva a műföldünk, ahol ez a bába kalács, vagy Jézus tenyér terem. Itt nem volt olyan jó termőföld, hogy nekünk az eleget adjon. És mondom, ha volt is, csak a földművesek éltek ebből. És a fazakosoknak nagyon meg kellett kapálni, azért kapjon valamit. Hát azért voltunk szorulva, és ide szorult ebbe a völgybe a sóvidékinek, vagyis a Hargita lábához, lábánál élő falunak, korondnak, ebbe a sarkába szorult a fazakas központ, és itt alapozott meg a mai napig. Teszi meg az életemet. Ezt szerettem. A jó palát most is úgy szeretem, mint a vajat. Ez olyan finomá teszi az embernek a kezét, hogy nézd meg, az én kezem sokkal finomabb, még az apácánál éjjel. Itt ez úgy kezdődik az a mesterség, hogy amikor kezdett hajtani, akkor már szeretnéd, hogyha tudnád húzni is. Érted? De akkor kezdtem hajtani is. Illetve rúgni a korongot, és az agyagot megnyújtani. Mocskoskodni. Ez a mocskoskodás, ez miből áll ez a szó? Hát nézd meg a kezemet. Tisztelj. Meg akkor egy olyan tanulkozó, mint Dénes, vagy más is, aki tanulkozik, az nagyon mocskos, aztán összekeni magát, matat tudod, és ragadozott pala, sár, agyag, ugye? Hát, innél marad ez a szó, hogy mocskoskodás. Azért a mestervel ott kezdődik, ugye, amikor első csapásra megtalálja a korongnak a közepét. Nem, ez még nem, nem a mesteri szó még messze van inni. Hanem akkor látszik, hogyha megtalálja a közepét, hogy, és nem vénetlen, ez a lényeg, nem vénetlen, hogy már próbálgatta, csak annyit mond meg ez a középtalálás, hogy az ember felütja a rögöt,
pont a közepére itt, hogy látszik, hogy már próbálgatta a korongolást. Hol lehet ezt az anyagot? Ez itt nálunk van korondom, hál' az Istennek. Rengeteg agyobbánya is van, illetve van a helyenként, ahol neki jó messze menni, de most vannak ezek a burtuzerek, amivel el akarták a házunkat oszítatni, hát azok elnyomják a földet helyenként, stb. Pedig kiássuk mi. És mennyi agyagot teszel be egyszerre a sarokba? Hát szekére hozassuk be a határról azt az agyagot, a palásgödröktől. Aztán egy szekére lecire megcsinálunk, idehozó, elkészítünk, és aztán arra addig járunk rá, amíg elfogy az a palona. Addig csináljuk. Tőled az a mondás járja, hogy a sarokban mindig marad egy kis agyag kovásznak. Mit jelent? Hát ahogy visszaidézzem, édesapám, hogy ezt a szakmát tanultó, ebből írt, ebből nevelte minket, ő is ezt járt, ugye hát szegény, mikor meghalt 62 éves korában, neki is még az agyag a sarokban maradt, a rongy alatt kovásznak, hát az a kovász az azt jelenti, ugye, hogy gerjessze a többit. Hát ezt a kovászt átvettem én. Ezért maradt meg ez a mondás nálam is. Hogy gondolom, hogy így is van, hogy mikor majd végezünk a vala részével, a földi pályafutásunkkal, az én részemre is a sarokban marad az agyag kovásznak. Tulajdonképpen ez a műcserepünk és ugyanaz az alapanyag, ami földből van csinálva. Csak a földnek, maga a földnek más a színe, és másképpen bírja a föld a tüzet. Mert maga a csíkjedény, csíki fazakosság, ott már az anyag sokkal vörösebb, más színt ad ki. A műanyagunk, vagy palánk, ahogy mondjuk, ez esmény egy más szint ad ki, más a tartósága, úgyhogy ezzel összekész hokni, mivel szoktunk össze, a más helyen a kerámikusok vagy fazakosok, ahol az agyaggal szoktak össze. De különben nem csak ettől függ a mássága, hogy mivel másabb, mert szerintem az, hogy hogy ütöztetett fél, mit teszi, hogyha már megcsináltad a tökéletes, szép, kecses formáját annak az edénynek, hogy tudod tovább kivitelezni? Mit teszél rá? Sok porcelán, tányér, edény, pohár mellett. A korondi cserép hogy maradt? Egyáltalán kinek csinálja? Hát, erről jó, amit meséljél. Valahogy nem azért, hogy mi csináljuk ezt, de én ebben a korondi fazakos szakmában házi iparban sokkal több mindent látok, mint a porcelán. Valahogy én ebben a korondi cserepeinkben, függetlenül attól, hogy én csinálom, vagy más, de ha szépen fél van öltöztetve, és rajta mondani valója van még a mintának, a díszítésnek, és valahogy benne látom magamat. Hogy mi azok a népek vagyunk, akik le tudom olvasni róla, akik meg akarnak maradni továbbra is. Mert rajta van egy szép minta, egy szép erdélyi magyaros motívum, az jöhet bármilyen porcelán, akármilyen iparművész festje le, én
sokkal többre nézem, sajnos lehet ez az én gyengeségem, de nekem ez többet mond, hogy az az egyszerű ember, ami minden nap alkot valamit, de olyan, hogy a más örömére csinálja. Én a családban negyedik dinasztia tagja vagyok már, illetve hogy szülőtől a fiúra maradt a szakma, én édesapámtól örököltem, és ahogy mondtam, hogy nem akarnám, hogy elszáradjon az agyag a sarokból, hát a fiam majd megtanulja. Nálunk ezt egy fiúgyermek kéne megtanulni a fazakasságot, a mesterségnek az áttulajdonítását, aztán a festést, sorrávaló öltöztetéseket, ezt együtt a feleségével, amíg én élek, addig kellene ezt is elsajátítsák. De az agyok, azt mondtam, hogy szinte átok alatt hagyom, ne engedjék, hogy elszáradjon. Bent a falu közepén eldugva a műúttól, ahol azért a turisták jönnek, mennek, és hát a műút meg tele van kirakatokkal, meg kirakott cserepekkel. Nehezebb élni, könnyebb megélni. Mi, ha panaszolkodunk, az Isten megvár. Amit együnk volt, hát nem dicsekedésképpen, de ebből írtunk, 4 gyermeket neveltem, házat építettem, kocsim van. Arra vigyáztunk, hogy a kulturális vonalon sem maradjunk le egészen. Azért csak könnyebb annak, akinek a ház előtt megy el az út, és ott állnak meg a turisták. Könnyebb, de azt hiszem, sajnos, hogy ezt kiké mondjam, hogy legtöbbször nem teszem jót. Ez a nagy turista forgalom azoknak az embereknek is. De hát, ha nem mesterek, akkor kereskedők. Mert nagyon el van szaporodva nálunk. Azért mondtam az imént, hogy meg kell nézni egyszer a korondi cserepet, azután ítélkedni, s vásárolni. Szértek nézni a faluba, mert nálunk most nagyon el van szaporodva. Sajnos én az voltam, aki gicset nem csináltam, és nem is fogok csinálni. És hogyha lehet, akkor barátaimot, munkatársaimot mindörökké ez ellen fordítottam, hogy valamennyire lenne vége a tömeggis termelésnek. Az minden esetre, akik az országút mellett laknak, azokat nem lehet egy kalap alá venni az ilyen féleső fazakasokkal. Hát azok minden nap pénzre árulnak, vagy minden nap az a hatalmas turista csoport. Mindegy, hogy mit viszenek. De nyújt mindenkinek egy darab kérés.
kell megrajzolni a motivumokat? Hát nem, az nem szabad. Az akkor már nem olyan. Hát, ahogy ide jöttem férhez, azután tanultam meg itt a családba. De már még lánykoromban is volt egy ilyen 2 éves tanfolyam. Tanították a népnő művészetet. Bandi Dezső tanár úr, ő kezdeményezte, hogy valahogy hozná vissza az ősi régi mintákat, hogy azt tanítanák meg fiataloknak. Ott már elkezdtem tanulni, de hát az semmi. Az ember a jó munkát csak majd évek után, a gyakorlat. És magától való. Úgy gyűjtögettük össze a mintákat múzeumokba. Jaj. Ezt becsöppentettem. Ezt majd ki kell törülni. Nálatok a családban volt hagyománya Hát édesapám is korongos volt. Édesanyám nem Korondon született, de 20 éves korában ide került Korondra, úgyhogy ő is minden csínyát, bínyát érti a kerámia készítésnek, megtanulta, szeret is. Úgyhogy hagyomány volt a mi családunkban is. Csak mondjuk nem ezt csináltuk, ezt az eredeti székely népművészeti kerámiát, hanem egyebet. Amit úgy csinálnak mások. Ez mitől szereted jobban ezt csinálni? Hát ebben benne van az egész székelyföld motivum. Benne van, ahol már mindenütt kihaltak a kerámia készítések. Onnan mind mi összegyűjtögettük a múzeumokból, és elmentünk Kovásznára, Háromszékre, Székelyudvarhelyi Múzeumba, Sepsiszentgyörgyire, Budapestibe. És úgy az erdélyi motivumokat összegyűjtöttük, és azért szebb, mert hát ez. Na, itt van a madár, most akkor csináljuk egy... Milyen csináljuk? Cserelapist? Aztán az az igazság, hogy a festés közben, virágozás közben nem igen sokat lehet beszélgetni, mert akkor nem halad az ember, és nem is tudja olyan jó húzni, hogyha beszélget. Mindig egyedül festesz? Nem, édesanyámmal szoktam, ő kiszínezgeti ketten, de hát nem nagyon beszélgetünk, mert ha beszélgetünk, akkor nem haladunk. Ez gyopár. Az a havasi gyopár. Ez a nehezen megszerezhetőség jelképe. Hát fenterem a nagy hagymási hegyekbe, nagyon ritka védett növény. Azt hiszem, hogy azért is maradt meg még az ősök motivumába is. Fehér lesz? Igen, fehér lesz, kék, barna, zöld mezőbe. Mire használták régen? Hát állítólag azt mondják, hogy ebből itták a bort. Ez volt a poharuk. Jó nagy mérce, úgyhogy szerethették a bort is. Hidegen tartotta? Hidegen is tartotta. Ti a lakásotokban, a háztartásotokban használtak-e ilyen edényeket? Hát mindent használunk. Mindent. Virágvázának, a bokájukat most már inkább dísznek használják, nem isznak belőle, felakasszuk a falra, de kávés csészétől elkezdve mindent használunk, pálinkás poharat. Lehet azt mondani, hogy ti egy szerencsés találkozás vagytok az Antival, kiegészítitek egymást? Ha lehetséges.
nem lehet tudni. De hát ezek szerint igen, mert ő is azt szereti, amit én, és én is azt, amit ő. Úgyhogy akkor... Az most mi? Hát ez is a vízfolyást jelent, de hát ez a füledíszítése. Ezek a kacskaringós vonalak, ezek általában azt jelentik. Hogyan dolgozunk? Hát megosztva. A korongozás az ő, az ő munkája, a festés az enyém, csíkozás, festés. Aztán a többi munkát meg együtt égetést közösen csináljuk, öntés, mázzalást. Azt közösen csináljuk, úgyhogy tényleg meg kell értsük egymást, ha nem akkor. Kislányod szokott-e festeni? Hát néha neki fog. De neki nehezebben megy, mert balkezes. A nagyobb lányok, azok mind a kettő szépen, Melinda és Erzsike is szépen festettek. Csak aztán, hogy elmentek itthonról, hát. Szóval a festés nem fog átöröklődni? De, gondolom. Rózsikát csak megtartsuk itthon, gondolom, hogy nem megy ő el, legalább itthon marad. Ő fogja tovább festeni? Szeretnők. Csak ettől a munkától menekülnek a fiatalok, mert nagyon nehéz. Mert ez nem ennek a szépsége csak, hogy itt szépen lerajzolom, hanem ezen kívül annyi munka van vele. És mindig gondolják, ha bár más munkával is van, bármilyen munkát végeznek, van vele dolog. De ők biztos azt gondolják, hogy jobb lesz más helyt, könnyebb. Ahol itt vagyunk, az végül is egy jelkép is, mert hát minden korondi egyszer ide följön. Hát bizony, följön örökre. Bizony, és hogy tisztázzuk, nem féljön, hanem félhoznak. Ide hozták végig nagyanyáinkat, már nekem. Itt pihen édesapám, itt pihen 10 testvérem. Még 80 évünk, hál' Istennek. Mert 18-on születik. Úgyhogy annál is inkább innen egy kicsit belé tekinteni a faluba, és ezt a falut szeretni, ezt a dombra örökké kegyelettel visszatekintve rönézni nekünk. Nekem nagyot mond. Gondolom, hogy a gyermekeim is ezt fogják követni. Hál' Istennek a földgömbről nem dörgölik le, nyomassák le a falunkot, és ebbe pedig annyi alapot, annyi biztosítást én is családommal tettem az 50 évemmel, hogy néprajzilag Pálontolt gondolom nem tudják elfelejteni, és egész Európa szerte, sőt, lassan már, hogy hallom a híreket a világnak minden részében, egy-két cserepem jelenik meg, hogy megvan, meg könyvem jelen meg, hogy ismerőseim viszik a hírt. Úgyhogy én, ha ebben gondolok, vagy beszélgetünk otthon a családdal, a feleségemmel, elmondom neki, hogy te azért, Róza, mint minden becsületes ember, a vége felé járva, és boldogok lehetünk, mert a magyar székely népek közé tartozunk, és azok közé, akiket nem tudnak
elfelejteni, vagyis a munkánk fog élni még továbbra is. Helyettünk fogja mondani, hogy igenis, itt éltek székelyek, magyarok, Korondon.